Hozam című hetente jelentkező gazdasági magazinunkat látják, köszöntöm Önöket. Több tolnamegyei gyárból küldtek el csoportos létszám leépítés keretében dolgozókat a termelés visszaesése miatt. A koronavírus járvány következtében ugyanis kevesebb megrendelést kaptak a cégek. Több cég vezetője nyilatkozott úgy, hogy ősszel ismét van sok munkájuk, ezért újra megindult a munkaerőfelvétel. Többen jelezték televíziónk számára, hogy tömegével küldtek el munkavállalókat több tolnamegyei gyártól. Információink szerint az egyik egy szekszárdi, Bőröngyeiről ismert gyár. A legnépszerűbb közösségi oldalra dühös, elkeseredett bejegyzést posztolt egy férfi, aki azt állítja, őt is elküldték. Többen hozzászóltak a bejegyzéséhez, megerősítve a leépítést. A gyár igazgatója írásban adott nyilatkozatában cáfolta a gyár bezárásáról szóló beszámolókat, a csoportos létszámleépítést azonban elismerte. Ugyanakkor azt nem árulta el, hogy pontosan hány embert küldtek el. Arról is keringtek hírek, hogy egy tolnai autóipari eszközöket gyártó vállalatnál is gond van, és küldtek el dolgozókat. Határozottan szeretnénk cáfolni a gyár bezárásnak a tényét, sem a Kft. Nem tervezi a tolnai telephelynek a bezárását, illetve részlegeket sem kívánunk megszüntetni a jövőben. A HR vezető hozzátette, tavasszal voltak leépítések, mert a koronavírus járvány miatt visszaesett a rendelések száma. Körülbelül 150 embert küldtünk el április-május hónapban. Ugye, ahogy említettem, 85 fővel emelkedett azóta a létszámunk. Szerencsére az új munkavállalók, tehát a régi munkavállalóinkat is vissza tudtuk venni elég nagy arányban, és további növekedés idei évben körülbelül 10-15 fő várható. A jövő évről egyelőre még nagyon bizonytalanul tudnánk nyilatkozni, de határozottan tudjuk mondani, hogy létszámleépítést a jelenlegi pillanatban nem tervezünk. Összességében csökkent a gyár létszáma. Az év elején 660 dolgozót foglalkoztattak, most pedig 596 főt, vagyis 64 fővel dolgoznak kevesebben a cégnél most, mint januárban. De ez folyamatosan változik, ahogy veszik fel újra az embereket. Elsősorban betanított munkára várjuk a munkavállalókat, illetve vannak egy-egy szakmunkára nyitott pozícióink. Egy másik szekszárdi autóipari eszközöket gyártó cégtől is küldtek el dolgozókat a járvány miatt. Ezt a gyárvezetője is elismerte. Elmondta, a második negyed évben 30%-kal csökkent a megrendelés állománya a cégnek. Emiatt 117 dolgozótól, köztük 80 kölcsönzött dolgozótól kellett megválniuk. Szeptembertől azonban ismét annyi megrendelésük van, mint évelején, ezért ők is létszámbővítésbe kezdtek. 35 főt vettek föl, és ismét foglalkoztathatják a korábban elküldött 85 kölcsönzött dolgozót is. A szekszárdi gyárban jelenleg 402-en dolgoznak. Koronavírussal kórházban kezelik az egyik szekszárdi autóipari alkatrészeket gyártó cég dolgozóját. A vállalat vezetője azt mondja, készfertőtlenítőket helyeztek el a gyár több pontján, és előírták a maszk kötelező viselését is. A dolgozók és családtagjaik azonban tartanak attól, hogy megfertőződtek a vírussal, és további óvintézkedéseket várnak a gyár vezetőségétől. Koronavírussal kórházban kezelik az egyik szekszárdi autóipari alkatrészeket gyártó cég dolgozóját. A gyár munkavállalói és családtagjai félnek, hogy megfertőzöttek, mert a nő betegen is bejárt dolgozni. Jelenleg maszkban kell dolgozni a vállalatnál, készfertőtlenítőket helyeztek el a gyár több pontján, és előírták a maszk kötelező viselését. A gyár területére belépők testhőmérsékletét ugyanakkor nem mérik meg, és koronavírus tesztet sem végeztettek el a dolgozókon, miután kiderült, hogy fertőzött dolgozott közöttük. A munkavállalók elsősorban ezt sérelmezik. Nagyon sok család, nem csak az én családokról van a szó, hanem több száz ember egészségéről, az életéről, de ez nem vicc, ez nem gyerekjáték. Én ezt kérném, hogy tessék nyomatékosan ellenőrizni őket, testhőmérsékletet. A gyár igazgatója elismerte, hogy van egy igazolt fertőzött dolgozójuk, akit kórházban kezelnek. Nyerki Emil azt mondja, ők minden jogszabályi kötelezettségnek eleget tesznek, és több intézkedést hoztak a koronavírus miatt. Tavasszal például fizetés nélküli szabadságra mehettek azok, akik kérték, folyamatosan fertőtlenítettek a gyárban. Készfertőtlenítőket helyeztek el a gyár több pontján. Kérték a dolgozókat, hogy jelezzék, ha koronavírusos emberrel találkozhattak, és ekkor inkább maradjanak otthon két hétig.
Most pedig, miután kiderült, hogy fertőzött az egyik munkavállalójuk, és folyamatosan emelkedik a fertőzöttek száma Tolna megyében, további szigorításokról döntöttek a gyárban. A recepciót és a személyzeti osztályt plexivel elkerítettük, hogy a levegőt egy kicsit sikerüljön szűrni. Irodákat átrendeztük, tehát illetlen módon a kollégák egymásnak háttal vannak, de egészségügyi szempontból ez valószínűleg egy jó döntés volt. November indult a kötelező maszkolás, tehát mind a cég területén, mind a céges járatokon kötelezően hordandó a maszk. A gyárban kisebb létszámú műszakok létrehozását nem tervezik. Szerencsére ismételten három műszakba kell dolgoznunk, úgyhogy erre nagy lehetőség nincsen, amit meg lehetett csinálni, a kollégák között a fizikai távolságnak a növelése. A jog úgy szól, hogy a munkáltató alapvető kötelezettsége az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása. Amennyiben a munkahelyen megjelenik egy koronavírussal fertőzött személy, úgy ez kockázatot jelent, amivel a munkáltatónak foglalkoznia kell. Az ugyanakkor eltérő, hogy ezt miként teszi meg. Nagyon sok munkáltató a koronavírus tüneteire tekintettel úgy értelmezte és úgy adaptálta ezt a kötelezettséget, hogy ezt ő a lázméréssel valósítja meg. A munkajogász azt mondja, célszerű egy belső szabályzatot létrehoznia a cégnek, abban leírni a tevékenységére, jellegére tekintettel, hogy milyen intézkedéseket hoz ilyen esetben. Ez másként néz ki egy bank esetében, és másként egy gyárnál. Az adminisztratív munkaköröknél ilyenkor a munkáltató elrendelhet home office-t, vagyis otthoni munkavégzést, vagy éppen azt, hogy csak meghatározott helyeken foglalhatnak helyet a munkavállalók a vállalaton belül, továbbá fokozott fertőtlenítést, takarítást végeznek ilyenkor a vállalatnál. Akik mondjuk gyárban dolgoznak, ott teljesen más feltételek szükségesek, ott lehetséges az, hogy például az egy műszakban történő munkavállalóknak a létszámát csökkenti, hogy a távolságtartás megfelelő módon biztosítható legyen, a belépéssel kapcsolatosan ezt a lázmérést biztosítja a munkavállalók számára, és hát tovább megyek azért, ugye itt vannak olyan intézkedések is, amelyek viszont már inkább egy ilyen, hogy is mondjam, abban az esetben jönnek, hogyha mégis valaki a munkahelyén lesz rosszul, akkor nyilvánvalóan a munkáltatónak az első dolga az az, hogy a munkavállalót hazaküldi, vagy megoldja azt, hogy valamilyen módon hazajusson, és nem is haza, hanem alapvetően az orvosához jusson el. Az orvos állapítja meg, hogy a dolgozó koronavírusos, avagy sem. A járványügyi zárlatról, karanténról pedig a hatóság dönt. A cég pedig ilyenkor mérlegelhet, hogy milyen intézkedéseket hoz. A közvetlen kapcsolatba kerülteket egy-két napra hazaküldje, hogy nem betegedtek meg. Egy ilyen preventív jellegű intézkedés elvárható, mondja a munkajogász. Vannak olyan munkáltatók, akik még ennél még jobban tovább mennek, tehát például több olyan helyet hallottam, akik ilyenkor ingyenes tesztet biztosítanak a munkavállalóik számára, ami nem is annyira jogosítvány, hanem inkább egy kötelezettség a munkavállalók felé, és ennek a költségét ilyen esetben a munkáltató viseli is. Ez azonban egyáltalán nem jogszabályban meghatározott kötelezettség a munkáltatónak, és azért azt látjuk, hogy azért miután ennek a tesztnek az ára azért elég magas, azért a munkavállalók közül sem mindegyik vállal be egy ilyen tömegesebb jellegű tesztelési kötelezettséget a munkavállalók felé. Riportunkat folytatjuk, utána járunk, hogy más Tolna megyei vállalatok milyen intézkedéseket hoztak a koronavírus járvány megfékezése érdekében. Nagymányok a legjobb példa arra, hogyan kell a helyi adottságokat úgy kihasználni, hogy az a település fejlődését szolgálja. A város vezetése úgy döntött, a meglévő kapacitások és humán erőforrásra építve kezd iparfejlesztésbe. Már a 10 folyamatosan bővülő vállalkozás működik az ipari parkban, és a számítások azt mutatják, az elkövetkező 10 évben töretlen lesz a fejlődés. 2006 környékén született meg Nagymányokon az a koncepció, mely egy ipari övezet kialakítását tűzte ki célul. A terület alkalmasátétele mellett egy logisztikai központ kialakítása képezte a terv lényegét. Bár a megvalósítás döccenőkkel indult, mára elmondható, Nagymányok adottságaihoz mérten jelentős gazdasági potenciállal rendelkezik, ami növekvő helyi adóbevétellel gazdagítja a települést. Nagymányokon a hagyományosan jól képzett humán erőt használjuk ki, méghozzá nagyjából abba a szekcióba, ahol ők értenek a szakmájukhoz, tehát itt értendő a könnyűipar, elsősorban a cipőgyártás, asztalosipar,
finom mechanika lakatosipar, és ennek megfelelően ugye ki kellett alakítani egy területet, ahol ez meg tud telepedni újra. Gyakorlatilag betelepült ez a kisipar terület itt Nagymányokon. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 10 új vállalkozás, körülbelül 500-700 új munkahely. Pontos számokat nem tudok, hiszen a cégeknek a magán életében én nem szoktam betekinteni, de úgy körülbelül tudom, hogy mi ez a tendencia, és ami még nagyon biztató és derűre ad okot, hogy fejlődik mindegyik cég, és mindegyik tovább fejleszt. 2010 óta folyamatosan emelkedik Nagymányok helyi adóbevétele. Emellett a megnövekvő munkaerő ellátását végző helyi kisvállalkozások és szolgáltatások száma is növekszik. A településen nincs munkanélküli. Dolgozni tud mindenki, tehát én úgy gondolom, hogy ha nyilván nem is optimálisan pont az, amit ő szeretne, de dolgozni akar, akkor meg tudja találni a helyét itt Nagymányokon, illetve hát húzzuk a környéket magunkra, ez egyértelmű. A fejlődés a jelenlegi tervek szerint még egy évtizedig biztosított, de ez egy lakóövezet fejlesztését is igényli, ami újabb munkalehetőséget biztosít majd a helyi és környékbeni építőipari és az őket kiszolgáló kereskedelmi cégeknek. A szűk keresztmetszet az a munkaerő, tehát a lakóterület fejlesztés most előrelép az iparönjáró lett. Tehát itt a cégek fejlesztenek, jól érzik magukat, újrafejlesztenek, még egy-két cég letelepedésére van lehetőségünk, viszont a humán erőhöz meg kell teremteni a lakhatás feltételeit. Ez az, ami a következő években és a következő testületeknek fő célja kell, hogy legyen. Az ipari övezethez kapcsolódóan az önkormányzat menedzselésével újult meg az egykori vasúti rakodótér, mely biztosítja a szállítás lehetőségét a gyártók számára. Elengedhetetlen, hogy kiszolgáljuk az ipart mindennel. Ehhez hozzátartozik az, hogy a logisztikát is fejleszteni kell. Igen jó adottságaink vannak, sikerült valamikor nem olyan nagyon régen a MÁV-tól visszaszerezni ezt a területet, ez 7,7 hektár, 3 km iparvágánnyal, megfelelő szabad területekkel, műhelyekkel, irodákkal, mindennel együtt egy komplexum lesz gyakorlatilag, és hát szeretnénk megteremteni itt a vasút közötti kapcsolatot, átmenti raktározást. Nyilván ehhez fogunk keresni egy céget, aki ehhez ért, mert gondolom, nem az önkormányzat dolga ezt üzemeltetni, meg nem is értünk hozzá. Karmilla polgármester azt mondja, az önkormányzat feladata, hogy megteremtse a lehetőséget arra, hogy fejlődő ipar jöjjön létre a településen. Véleménye szerint a településeknek fel kell mérniük a helyi adottságokat, és erre építve kell saját lehetőségeit kihasználni. Mi leszek, ha nagy leszek? Milyen lesz a jövő szakembere 2050-ben? Ezzel a címmel hirdetett rajzversenyt a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara alsó és felső tagozatos diákoknak. A pályázat célja a szakmák népszerűsítése volt, és az, hogy felhívják a figyelmet a tudatos pályaválasztásra. Mi leszek, ha nagy leszek, milyen lesz a jövő szakembere 2050-ben? Ezzel a címmel hirdetett rajzpályázatot a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara alsó és felső tagozatos diákoknak. A gyerekek a környezetvédelem, állatvédelem, űrtechnológia, mezőgazdaság témakörökben alkottak, és a legtöbben nem egy, hanem többfajta eszközt, technikát alkalmaztak a művek létrehozásához. Jakab Zoé, a szekszári gyakorló általános iskola első B-osztályos tanulója azért rajzolta le magát és több számára érdekes foglalkozást, mert nem tudott választani a szakmák közül. Azt azért elárulta, hogy a legjobban állatorvos szeretne lenni. Hogy én lerajzoltam egy ilyen buborékokat, és abba rajzoltam bele, hogy én mi szeretnék lenni, mert nem tudtam a sok közül választani. És mi minden közül kellett volna választani? Az emberorvos, az állatorvos, a körmös, a fodrász, az úszómester és a cukrász. Jakab Zoé felkészítő tanára azt mondja, az első B-osztály művészeti profilú osztály, ezért nem volt nehéz pályázniuk a kamara versenyére. Nagyon jó náluk órákat tartani, igyekszem fejleszteni a kreativitásukat, próbálok motiváló feladatokat hozni órákra, sikerélményhez juttatni őket. Erről a pályázatról kolléganőmtől hallottam. A versenyre 16 iskolából 360 gyerek küldte be a pályázatát. Az iparkamara szakképzési vezetője, pályaorientációs tanácsadója és két tankerület szakemberei választották ki a legjobb műveket. A rajzpályázat a Kamara Szakma Aréna elnevezésű pályaválasztás segítő szakmai napja helyett lett meghirdetve.
A mai napon a szakmaréna helyett egy rajzpályázatot értékeltünk. Erre a rajzpályázatra 16 iskolából 360 gyermek jelentkezett. A Parhantról, a Szekszárdi Gyakorló Általános Iskolából, Kurdról, a Bátaszéki Általános Iskolából és Szedresből választottuk ki a nyerteseket. Nagyon fontos volt, hogy színes legyen, nagyon sok, illetve a 6 pályázatból 5 legalább különböző ábrázolási formákat, akár ha azt tekintjük, hogy festéket is, színes ceruzát is, vagy akár maga, hogy satírozott. Minél színesebb, minél szemet gyönyörködtetőbb volt egy pályázat, annál inkább esélyes volt. Az első helyzet a felső tagozatosoknál, ő egy időutazó volt, és rengeteg óra, nagyon, nagyon megkapó barna színeket használt, nagyon tetszett nekünk. A rajzverseny célja a szakmák népszerűsítése volt. Alapvetően ugye nekünk minden évben a szakma aréna rendezvényünket megtartjuk, és idén sajnos ugye ez elmaradt, úgyhogy mindenképp szükségét láttuk, hogy valamilyen formában egy picit a gyerekek körében ezt segítsük, illetve egy picit reklámozzuk, úgyhogy igen, szükség van rá, szükség van a jó szakemberekre. A zsűri Jakab Zoé alkotását találta a legjobbnak az alsó tagozatosok közül. A felső tagozatosok közül pedig Kerekes Kata, az Aparhanti Általános Iskola 6. osztályos tanulója nyerte meg a versenyt. Új képzések indulnak a Tolna megyei SC Percelmór Technikum és Szakképző Iskolában a munkaerőpiaci igényekre reagálva. A szociális gondozó és ápoló, valamint a kereskedelmi értékesítő képzésre is nagy szükség van a szakemberek szerint. Nagy a munkaerőhiány a szociális ágazatban. Ennek számos oka van. Az egyik az, hogy magas a fluktuáció a szociális szférában, többen otthagyják a pályát, hiába űzték hivatásukat szívből. Mások külföldön próbálnak szerencsét, a szakembereket azonban nem könnyű pótolni. A szociális gondozók és ápolók hiányát igyekeznek enyhíteni az újonnan induló gyakorlatorientált képzésekkel, a szakmát pedig igazán a gyakorlaton keresztül lehet elsajátítani. Többek között a Bonyhádi Idősek Otthonában. Ez az intézmény több oktatási intézményből fogadott már diákokat az elmúlt évek során. Az intézmény vezetése jól tudja, bármikor szükségük lehet új munkaerőre. Bonyhádi Gondozási Központ 2016 óta foglalkozik tanulóképzés keretében szociális ápoló-gondozó képzéssel. Tulajdonképpen több képzőintézménnyel is kapcsolatban állunk. Ez azt jelenti, hogy több 10 tanuló került ki az intézményünk köréből. Az intézményvezető hozzátette, a szociális gondozó és ápoló elsősorban személyiségével dolgozik, ezért vannak alapvető jellemvonások, amikkel egy gondozónak alapvetően rendelkeznie kell, így például a segítőkészség, empátia, türelem, de sok egyéb ismeretet a képzés során sajátít el a diák. A gyakorlat lényege tulajdonképpen arról szól, hogy a képzőhelyen megszerzett elméleti tudást ötvözzük és adaptáljuk a mindennapi gyakorlatba, hiszen azt gondolom, hogy egy jó és stabil elméleti alapot kapnak, azonban meg kell tudni ezt tanulni, ezt alkalmazni a mindennapi gyakorlatban. Ehhez idő kell, erre szolgál a gyakorlati idő. Az első időszak gyakorlatilag egy ilyen csendes megfigyelői szerep a részükről, hiszen nyilván nem azzal kezdenek, hogy önállóan végzik a munkát. Fokozatosan vállalnak és vállalhatnak feladatokat, míg tulajdonképpen azt gondolom, hogy a második év végére azt is szoktuk mondani, hogy egyszer csak úgy megérkeznek a tanulók, tehát gyakorlatilag jól elsajátítják a munkafolyamatokat. A Bonyhádi Tolna megyei szakképzési centrum Percelmór Technikum és kollégiumban nevelik ki a szociális gondozó és ápolók következő generációját. Az igazgató elárulta az újonnan induló képzés ismérveit. Régebben volt már szociális gondozó és ápoló, ugye ez most átalakult, és az igényeket figyelembe véve itt a környező ellátóhelyek, amik az idősek ellátásával foglalkoztak, jelezték, hogy egyre jobban elfogy a kiszolgáló személyzet, szükség lenne az utánpótlásra. A célunk az, hogy a környező nyugdíjas otthonok, bentlakásos intézmények számára is kitermeljünk egy olyan megbízható munkaerőállományt, aki segíti az időskorúakat a mindennapjaik kivitelezésében, és akár a bentlakásos formában az ellátásukról is
el tudják végezni. Egy másik új, izgalmas szakmát is kitanulhatnak az érdeklődő diákok a Bonyhádi Oktatási Intézményben. A kereskedelmi értékesítő képzés indításával az iskola az online kereskedelem előretörésére reagál. Az eladónak egy átalakított formája, hiszen ez is egyre inkább átalakul, új formában jelennek meg, hiszen megjelenik a digitális online vásárlási felületek is, tehát azért sokkal komolyabb feladatokat kell ellátni, mint egy normál eladónak. Itt maga az áruknak a beszerzésétől a terjesztéséig, maga az értékesítéséig is azt gondolom számos új kihívást tartalmaz ez a terület, és ezeket mind tanítani fogjuk a gyerekeknek. Nagyon sok kis és középvállalkozás van, de vannak nagyobb cégek is itt a Bonyhádon is több megtalálható, akiknek szintén az volt az igényük, hogy szaktudással rendelkező szakembereket neveljünk ki és biztosítsunk nekik, hiszen őnek is akkor könnyebb a mindennapi feladat, hogyha a szakképzett munkaerővel tudják ezeket a feladatokat ellátni. A Bonyhádi Perzselmor Technikum és Szakképzőiskola azért is szélesítette ki a képzési palettáját, hogy a Dél-Dunántúli régióban található munkáltatók igényeit kielégítsék. Mind a fiús, mind a lányos szakmák területén jelentős bővítést hajtottunk végre. Kiemelten itt a környező kis és középvállalkozások, de az állami szférában megjelenő állásokra is koncentrálunk. Így bejön a képzési kínálatunkba a kereskedelmi értékesítő, a szociális ápoló és gondozóképzés. Ugye ezek az úgynevezett elsősorban 3 éves szakképzőiskolai képzéseink, de a technikumban is bővítjük a kínálatunkat a lányoknak. Vállalkozási ügyviteli ügyintézőt, pénzügyi számviteli ügyintézőt tudunk kínálni, de aki esetleg sportos, annak fitness-wellness instruktorképzést is tudunk felkínálni. A fiúkat megcélzó képzések kínálatát is kibővítették, és színvonalát is megemelték. Továbbra is lehet olyan kétkezi szakmát elsajátítani, mint a központi fűtésszerelő, vagy asztalos, ám egyéb új képzésekkel is várják a szakmát szívesen tanuló diákokat. De most megjelennek a faipari technikus, az épületgépész technikus, tehát a magasabb orientáltságú képzések formájában ezek a képzések is. Az iskolában több mint 400 tanuló jár. Igyekszünk mindenkinek egy versenyképes szakmát a kezébe adni, hiszen azt gondoljuk, hogy attól, hogy valaki mondjuk általános iskolában gyengébb volt, attól jó szakemberre még válhat. Az általános iskolásoknak február 15-éig van módjuk pályát választani és felvételizni az oktatási intézmények új szakjaira. Hozam című gazdasági magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatói: Tolna megyei Szakképzési Centrum, Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara.